A mai napon egy új könyv tanulmányozásába fogunk belekezdeni, ez pedig nem más, mint e Eszter könyve, és olyan megszokhattátok már, amikor egy új könyvbe vagy levélbe kezdünk, akkor mindig szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ez a könyv ez hol helyezkedik el, milyen történelmi háttere van ennek a könyvnek, hiszen nagyon sok esetben a megértést az segíti, hogyha korban, a történelmi korban el tudjuk helyezni a, a, a szereplőket és magát a, a könyvet, hiszen azok felé, akik felé szólt először az ige, akik átélői a, a, a könyv történéseinek, azt a szituációt jól meg kell értenünk ahhoz, hogy magát a, a, az igének a szövegét jól tudjuk értelmezni. Eszter könyvét úgy helyezhetjük el leginkább Izrael történetében, hogy ez egy fogságban játszódó könyv. Tudjátok, hogy, hogy Salamon után ketté szakadt Izraelnek a királysága, és egy északi királyságra és egy déli királyságra bomlott fel kétfelé, az ország és az Északi Királyságban főleg gonosz királyok uralkodtak, olyan, olyan királyok, akik elhajlottak Isten útjától, és gyakorlatilag 722-ben az Északi Királyságot Isten elvitte az asszír fogságra és az a tíz törzs az jóformán vissza sem tért az asszír fogságból. A déli királyságnak egy kicsit más volt a történelme, hiszen itt Dávid leszármazottai uralkodtak, és nagyon sok jó király is volt a déli királyságban, nagyon sokan visszatértek az igéhez, reformokat vezettek be, helyreállították az ural a, a népnek a kapcsolatát, és a déli királyság ugyan, ugyanúgy elbukott és bukdácsolt, de sokkal később következett be a bukása, és ahogyan az északi királyságot Asszíria igázta le, a nagy történelmi porondon is történt egy váltás. Asszíriát legyőzte babilóniai birodalom, és aztán megérkeztek a déli királysághoz a babiloni seregek is, és fogságra vitték a népet. És gyakorlatilag tudunk egy nulladik deportálásról, Krisztus előtt 605-ben, amikor mondjuk Dániel és társait is, a királyi magból való férfiakat elvitték Babilóniába, és aztán volt 597-ben egy nagy deportálás, akkor vitték el a tömeg, tömeget, a népnek a nagy részét, és de át a Jeremiás, hogy a babiloni fogság 70 évig fog tartani, hogy Izrael, Jeruzsálem omladékain 70 év fog eltelni. És aztán volt egy fontos dátum még így a, a fogságra vitel alatt, az 586. Krisztus előtt, amikor Nabukodonozor le is rombolja a jeruzsálemi templomot. És gyakorlatilag... Ha 597-től számítjuk a 70 évet, akkor szinte évre pontosan bekövetkezik az, amit megprofiltált Jeremiás, mert a babiloni birodalmat meg leváltja a méd perzsa birodalom, tehát nagyon érdekes látni, ahogyan persze Isten népének a történelmét figyeljük, ugye főleg Izraelre figyelünk, de hogy Isten az egész történelmi szerkezetet alakítja, és a birodalmak, hogy egymást váltják, ez hatással van Izrael népének az életére is. És Kűrosz uralkodó, aki Mér Perzsa birodalom uralkodója volt, hozott egy törvényt arról, hogy a zsidó népet hazaengedi a hazájába, hogy visszatérjenek a földjükre, és azzal a kifejezett szándékkal, hogy helyreállítsák, megépítsék az úrnak a templomát. És gyakorlatilag 538-ban, ahogy ez a rendelet megszületik, el is indulnak hazafelé a zsidók, Zorobábel Jésua vezetésével, és aztán megindul a, 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 az újjáépítés, a visszatelepülés. És nagyon érdekes, hogy aztán nagyon sokan maradnak még, és Esdrás, Neémiás, azok ilyen 448-444-ig tartózkodnak még, Babilóniában, amikor aztán ők hazaindulnak, hogy a templomot és a, a, templom omladékait és a város falat és a város kapuit megépítsék. Gyakorlatilag Esdrás könyve épít, a templom építéssel foglalkozik, Nehémiás könyve pedig a a, a várfalnak a fölépítésével és Jeruzsálem megépítésével foglalkozik. És gyakorlatilag azért mondtam ezt el, mert pont a kettő között, szinte teljesen félúton az 538-as első hazatérők és a 444 körüli második hazatérők között helyezkedik el Eszter könyve, már a perzsa uralkodás alatt. És gyakorlatilag a Purim ünnepének a hátterét mutatja be, hogy a zsidóknak adár hónapban, ami nekünk az a február vége-március elejére eső időszak, van a Purim ünnepe, ami, amikor arra emlékeznek, hogy a perzsa fogság alatt, a babiloni fogság utáni időszakban Isten megmentette az ő népét. Eszter könyve, ezt írja le, hogy volt egy gyilkos szándék Izrael népével kapcsolatban egy teljes kiirtásra való szándék. És ebben az időszakban még itt távol Izraeltől, távol az ígéret földjétől mégis Isten gondot viselt az ő népéről. Esztert, mint egy királynét használja fel arra, hogy valamilyen módon kieszközölje a megváltást, a megmentést, és ennek a hátterét adja az Eszter könyvének a, a a tartalma. És a purim ugye az azt jelenti, hogy, hogy sors, a purim az többes számban sorsvetések, mert gyakorlatilag majd a könyvből ez ki fog derülni, hogy sorsvetéssel tűztek ki egy napot a zsidó kiirtására, de tudjuk, hogy ez a, ez a nap aztán nem, nem, eredményezte a zsidó kiirtását, mert Isten addigra gondoskodik megoldásról. És a mai napig egyébként Purimkor, Eszter könyvét felolvassák, és erre a gyodálatos szabadításra emlékeznek. Szerkszé, vagy Ahasvérus, az a szerkszész király idejében indul az Eszter könyvének a története. Az ő uralkodása Krisztus előtt 485-től 465-re esik és az első rész, amit majd fel fogunk olvasni, az gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan üresedik meg a királynének a pozíciója, mert hűtlenné válik az akkori királyné, és ezzel Isten már előkészíti azt, hogy aztán egy zsidó lányt fognak választani Esztert, aki betölti ezt a pozíciót. Még annyit érdemes megemlíteni Eszter könyvéről, mielőtt még belekapnánk bele a, a szöveg felolvasásába, hogy egy olyan könyvről van szó, amely nem említi Isten nevét. Ez egyik komoly fejtörést okozott a, a Biblia kutatóknak, még a Kánon kialakításánál is voltak, akik kérdő, megkérdőjelezték Eszter könyvének a helyét a Kánonban, hiszen nem szerepel benne Isten neve. Itt van tíz fejezet, és gyakorlatilag Isten neve nincs leírva. De a, a, a zsidók, meg a Talmud is adott erre megoldást, és azt mondták, hogy vannak olyan ünnepeink, amikor Isten nyilvánosan cselekedett, és vannak olyan ünnepeink, olyan történelmi események, amire visszaemlékszünk, amikor Isten titokban cselekedett. Valamilyen módon rejtőzködő szerepet öltött, de az események hátterében, a személyek életében ugyanaz az Isten munkálkodott. Csak van, amikor ezt nyilvánosan tette a neve felvállalásával, és például itt is Eszter könyvében pedig azt látjuk, hogy ezt titokban, rejtőzködő módon, de ugyanaz az Isten, ugyanazzal a hatalommal, ugyanazzal a kegyelemmel, ugyanazzal az erővel cselekedett, mint más ünnepekkor is. Úgyhogy ennyi történelmi bevezetéssel akkor elolvasnám Eszter könyvének az első részét, és aztán megnéznénk, hogy ez a 22 igevers, milyen üzenetet tartalmaz a mi számunkra. Így hangzik itt Isten igéje, Eszter könyve első, fejezet első verstől. A idejében történt, ez az ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig 127 tartományon, azokban a napokban, amikor ahasvérus király ült királyi székében, amely Susán várában volt, Uralkodása harmadik évében lakomát szerzett, minden fejedelmének és szolgáinak, perzsia és média hatalmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei előtte voltak, midőn mutogatta ország a dicsőségének gazdagságát és az ő méltóságának fényes díszét sok napon át, 180 napig. És mikor elmúltak ezek a napok, tett a király az egész népnek, mely Susán várában találtatott, kicsintől nagyig, hét napig tartó lakomát a király palotája a kertjének udvarán. Fehér gyapjú és kék bíbor szőnyegek voltak megerősítve, fehér gyapjúból és bíborból való köteleken, ezüstkarikákon és fehér márványból való oszlopokon. Aranyból és ezüstből való kerevetek voltak az alabástom, fehér márványból, gyöngykőből és vörös márványból való parozaton. Ittak pedig aranypoharakból és különb, különféle poharakból, és királyi bőr, bor bőven volt királyi módon. És az ivás rendelet folytán kényszer nélkül történt, mert így hagyta meg a király háza minden gondviselőjének, hogy kinek, kinek akarata szerint cselekedjenek. Vásti királyné is lakomán szerzett a nőknek a királyi házban, amely Ahasvérus királyé volt. Hetedik napon, mikor megvidámult a király szíve a bortól, mondta a méhumánnak, biztánnak, hárbornának, biktánnak és abaktának, zetárnak és karkásnak, a hét udvarmesternek, akik szolgáltak a hasvérus erőt, hogy hozzá kell vástit a királynét a király elé, királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az ő szépségét, mert szép arcú volt. De Vásti királyné nem akart menni a király szavára, amely volt az udvarmesterek által, erre igen megharagudott a király, és az ő haragja felgerjedt benne. És mondta a király az időket mérő bölcseknek, mert a királynak összes dolgai a jog és törvénytudók elé tartoztak, Legközelebb voltak pedig hozzá Kárséna, Sétár, Admata, Társzisz, Méres, Marséna, Mémukám, Perzsiának és Médiának hét fejedelme, akik látták a király arcát és előlültek az országban. Törvény szerint mit kellene cselekedni Vásti királynéval, mivel hogy nem teljesítette a hasvírus királynak az udvarmesterek által üzen beszédét. Akkor mond a mémukám a király és a fejedelmek előtt. Nem csak a király ellen védkezett Vásti királyné, de valamennyi fejedelem és minden nép ellen a Hasvérus király minden tartományában. Mert a királyné cselekedetének híre fut minden asszonyhoz, úgyhogy megvetik férjeiket szemeik előtt, és azt mondják, a Hasvérus király megparancsolta, hogy Vásti királyné hozzá menjen és nem ment. És a napon ugyanazt fogják mondani Perzsia és média fejedelemasszonyai, akik meghallják a királyné cselekedetét, a király minden fejedelmének, és lesz elég megvetés és harag. Ha azért a királynak tetszik, bocsásson ki királyi parancsot a maga részéről, és irattassék a Perzs perzsamét törvények közé visszavonhatatlanul, hogy ne jöjjön többé vásti hasvírus király szín elé, és hogy az ő királyságát adja a király másnak, aki jobb áll. És hallják meg a király rendeletét, amelyet teend egész országában, mert igen nagy az, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének a legnagyobbtól a legkisebbig. És tetszett a szó a királynak, és a fejedelmeknek, és a király mémukán beszéde szerint cselekedett és leveleket küldött a királynak minden tartományában, tartományról tartományra, annak saját írása szerint, és népről népre, annak nyelve szerint, hogy legyen minden férfi úr az ő házában, és beszéljen az ő népének nyelvén. Ámen, eddig Isten igéje. Láthatjuk, hogy igazából ennek az első fejezetnek a fő mondani valója az, hogy Vásti engedetlensége révén kegyvesztet lett, a királynőségről le kellett, hogy mondjon, és gyakorlatilag megüresedett egy pozíció, a királynői pozíció, aminek a betöltéséről ugye később rendelkezni fognak, és tudjuk azt, hogy ezt egy zsidó, szép, szűz lány fogja elfoglalni, aki teszternek hívnak. De haladjunk sorban. Azt mondja itt az ige, hogy ami történik, ez a idejében, ugye a, a világi írás Szerxészként ismeri ezt a királyt, akinek hatalmas birodalom volt az uralma alatt. Azt mondja itt az ige, hogy Indiától fogva Szerecsen országig, tehát Etiópiáig uralkodott, tehát Indiától egészen az afrikai keleti partokig tartott az ő birodalma. 127 tartományt foglalt magába ez a hatalmas birodalom, azt mondja az ige, hogy azokban a napokban, amikor a ahasvédos király ült királyi székében, ez nem csak annyit jelentett a történelmi leírások szerint, hogy éppen ő elfoglalta a birodalmat, hanem állítólag, amikor ő ö, 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 uralkodásra került, 485-ben, akkor ö, történt ellene egy lázadás, egy felkelés, 84-ben ezt sikerült rendezni. És ugye azt írja itt az ige, hogy a uralkodása a harmadik évében, tehát 85-öt számoljuk egynek, 84-et másodiknak, akkor ez 483 körül játszódhat ez a történet, amiről itt szó van. És az, hogy ült királyi székében, az annyit jelent, hogy már megerősítette az ő birodalmát, megerősítette az ő uralmát. Az ellenszegülőket, lázadókat sikerült legyőznie, és tényleg úgy ült ott királyként, mint aki már tartja a hatalmát. És hát ugye látjuk is, hogy, hogy nem is kellett nagyon mással foglalkoznia, külső ellenséggel vagy belső lázadással, hiszen egy hatalmas lakomát szerzett, mutogatta az ország dicsőségét, gazdagságát, fényes díszét 180 napon át. Tehát talán a mai ember ezt nehezen tudja elképzelni, hogy, hogy az ókorban. Euh, milyen euh, ünnepség sorozatokat, ünnepeket tudtak szervezni, hiszen a 180 nap az akárhogy nézzük, az egy fél éves időszak, amikor ünnep ünnepet ért, és lakomákat szerzett a király, és euh, nyilván ez betekintést enged az ókori euh, euh, életmódba, hogy, hogy a, a királynak, az uralkodónak gyakorlatilag a gazdagságát mutatta az, hogy, hogy ennyi napon keresztül a főembereket, a befolyásos, hatalmas vezetőket vendégül tudta látni, és számukra ilyen lakomát tudott szervezni. A Susán várában tartózkodott, Susán vára a mai Irán területén van, szusz vagy szuszá néven ma is megtalálható ez a, ez a térképen, sokan azt mondják, hogy ez igazából egy téli rezidencia volt, mivel ugye délen fek, fek, feküdt jó, jó éghajlattal, ezért amikor téli időszak volt, akkor szeretett ide költözni. A király. És gyakorlatilag, amikor letelt a 180 nap, akkor azt látjuk itt, hogy hét napig tartó lakoma kezdődött még. Leírja itt az ige, hogy fehér gyapru és bíbor szőnyegek voltak megerősítve különböző helyeken, ezek, ezek igazából ilyen napellenzők voltak, hiszen ez egy, ez egy nagyon meleg éghajlatú hely volt, és gyakorlatilag ilyen ilyen kinti kertek voltak, és, és napellenzőket használtak a nap hősége elől, hogy, 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 védjék őket, és hát leírja itt az ige a gazdagságot, hogy márvány, alabástrom, gyöngykő, és hogy micsoda gazdagság volt, és hogy a bor az gyakorlatilag mérték nélkül fogyott, ezek mind a király uzorolkodónak a gazdagságát voltak hivatottak bemutatni. És gyakorlatilag egy nagyon-nagyon jó hangulatú versekkel kezdődik az egész rész, egészen addig így történik, amíg a király ki nem találja, hogy szeretné vástit, az ő feleségét megmutatni az ő főembereinek. Még annyit elmond az ige a, a 9. versben, hogy ezzel párhuzamosan, miközben a férfiak a maguk ünneplését tartották, sok borívással, Vástia királynő pedig a nőknek rendezett ezzel párhuzamosan szintén ünnepet és lakomát, és így látjuk, hogy a férfiak és a nők elkülönülten ünnepeltek ebben a korban így, ahogy látjuk. És aztán a 10. versben, hogy a király kitalálja, már megvidámult a szíve a bortól, hogy magához hivatja a feleségét, Vástit, és megmutatja az ő főembereinek. Fősorol itt az, az igen hét udvarmestert, ezek eunukok voltak, ami azt jelenti, hogy kasztrált emberek voltak. Tehát ez is a kor, korral együtt járó dolog, hogy a király feleségéhez, olyan emberek nem férközhettek a közelébe, akik valamilyen módon érinthették volna őt, és így volt levédve, hogy a királyné, az csak a királyhoz tartozik, és senki máshoz. És gyakorlatilag azt szerette volna kérni a hasvérus, hogy Vásti jöjjön át a férfiak lakomájára, és az ott lévő fejedelmek, vezetők, hatalmasok előtt ő meg tudja mutatni a feleségét, mert hogy azt mondja az ige róla, hogy szépsége nagy volt, és szép arcú volt. És azt is kérte az ige, a, a király, hogy a királyi koronával jöjjön át. Volt egy érdekes fejdisz, egy ilyen női korona, ami ami megkülönböztette minden más asszonytól vástit a királynét, tehát aki, aki azt viselte, arról már lehetett tudni, hogy ő a királynő. És a 12. vers hoz egy hangulati váltást ebben az egész ö, 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 részben. Ugye eddig szólt az ünneplésről, a dicsőségről, a gazdagságról, a bőségről, a borról, a jókedzről, és azt mondja az Ige a 12. versben, de Vásti királyné nem akart menni a király szavára, amely volt az utolmesterek által, erre igen megharagudott a király, és az ő haragja felgerjedt benne. Akkor, ak, akkori korban azt gondolom, hogy érthető volt, hogy ha egy király, aki 127 tartományon uralkodik, Indiától Etiópiáig, igazából mégsem tudja megmutatni az ő hatalmát, ha a felesége fölött nem tud uralkodni. Tehát gyakorlatilag ez egy óriási sértés volt Vásti részéről a férjével szemben, hogy egy ilyen hatalmas uralkodónak nemet mondott ellenállt az akaratának, szembeszegült az akaratával. Vászsi részéről persze, persze ott lehetett az a megfontolás is, hogy hát itt vannak ezek a férfiak, már hét napja isznak, valószínű, hogy részeg mindegyik, és talán a király is gyakorlatilag semmi másra nem akarja felhasználni ezt az alkalmat, mint hogy őt egy ilyen plusz látványosságként bemutassa a fejedelmeknek és az udvarmestereknek. Nem tudjuk, hogy mi állhatott Vásti engedetlensége mögött, de a tény a tény, hogy ellenszegült a király szavának, és egy ilyen hatalmas uralkodó úgy tűnt fel, hogy ő akar elvezetni egy hatalmas birodalmat, amikor a feleségének nem tud parancsolni, a feleségét nem tudja rábírni arra, hogy teljesítse az akaratát. És látjuk is, hogy ebből aztán a haragra gerjedésen túl, a király rögtön látta, hogy ez intézkedést igényel ez a cselekedet. Nagyon érdekes, mert vannak olyan cselekedetek, egyébként amikor nem feltétlenül gondoljuk, hogy most intézkedés kellene, és vannak olyan cselekedetek, amik meg érz, érezzük rajta, hogy ha ezt intézkedés nélkül hagyjuk, ha szó nélkül hagyjuk, akkor azt egy rossz precedenst teremt, és ez volt a király fejében is, meg az, a, a, a tanácsosok fejében is, hogy ez nem pusztán egy férfi és egy nő között zajló dolog, hanem mivel ő a király, az uralkodó, a királynő pedig valamilyen módon a példaképe a többi asszonynak, ezért ez egy rossz példa, ez egy rossz precedens, amit teremtett Vásti, és ezért valamilyen intézkedést igényel ez, ez, a, ez az engedetlenség. És a 13. versben azt mondja az ige, hogy magához hivatta a király, az időket mérő bölcseket, mert a királynak összes dolgai jog és törvénytudók elé tartoztak, és felsorol itt az, az igel több ilyen bölcs embert, hogy mit kelljen cselekedni Vástival a királynéval, mert nem teljesítette a király parancsát. Azért nehéz helyzetben voltak ezek a bölcsek is, hiszen az is nyilvánvaló, hogy a király már ilyen megvidámult szívvel hívotta magához a királynét. Tehát, hogyha túl keményen lépnek fel Vástival szemben, és mondjuk az engedetlenségeért mondjuk halálra ítélik, aztán később a király kiózanodik, és azt mondta, hogy mégse volt ez olyan nagy dolog, miért, miért csináltátok ezt a feleségemmel, akkor az is egy érdekes helyzetet, helyzetet teremtett volna. De azt is látták, hogy valamilyen módon reagálni kell erre a dologra, és Mémukám nevű bölcs az előállt a következő érveléssel. Hogy nem csak a király ellen védkezett, hanem valamennyi fejedelem ellen védkezett ezzel Vásti királyné, és bizony az, az, amit ő tett, az egy rossz példaadás a többi asszony előtt, és eredményezheti azt, hogy megvetik ők is a férjeiket. Tehát ebből a személyes konfliktusból, személyes subjektív vonatkozásból kiemeli ez a bölcs, ezt az egész cselekedetet, és mint egy rossz példaadást az egész birodalomra kivetíti, hogy nem lenne jó, hogyha elharapózna a birodalomban, hogy engedetlen feleségek vannak és akkor a családok nem működnek, a férfi, férfiak szava, a férjek szava elveszíti az erejét a családban, és gyakorlatilag megvetés és harag lenne az egész országban, hogyha, hogyha ez elharapozna ez a fajta magatartás. És gyakorlatilag a következő rendelkezést hozzák, ugye itt említi az ige, hogy a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvényei szerint, tudjuk, hogy ez Dániel könyvében is többször előfordul, hogy Dánielt is, amikor bevádolják az, hogy imádkozik, akkor volt-e érvényben egy olyan törvény, hogy 30 napig senki nem kérhet senkitől, mástól semmit, se Istentől, se embertől, csak a királytól. És Dániel annak rendje módja szerint, hogy korábban is szokta bement és imádkozott napjában háromszor Jeruzsálem felé fordulva. És ott volt ez a törvény, hogy nem kérhet senki mástól, senki csak a királytól, tehát Dániel megszegte ezt a törvényt, és ezért az oroszlánok vermébe kellett őt vetni. És még a király sem tudta visszavonni ezt a törvényt, noha kedvelte Dánielt, mert a Perzsák és Médek erre voltak büszkék, ők így alapították meg a, a kormányzást, az uralkodást, hogy ugyan volt a király, de nem egy személyben változtatgatta a törvényt, nem önkény uralkodó volt, hanem alá volt vetve ő is a törvényeknek, amiket meghoztak a bölcsek és a törvényhozásban résztvevő emberek. Ez egyébként egy, egy nagyon becsülendő dolog is, hogy nem egy embernek a szeszélyére bízták rá az ország irányítását, hanem azt mondták, ha bármilyen esemény van, ami intézkedést kíván, hozzunk rá törvényt ami visszavonhatatlan, a törvény ereje irányítsa az országot, amely törvénynek, még a királynak is alá kell, hogy még a király is alá kell, hogy rendelje magát. És ez szerint a törvény szerint hoztak egy olyan rendelkezést, hogy két dolgot tartalmazott. Ne jöjjön többé Vásti a király színe elé. Ez azt jelenti, hogy ha nem becsülte meg hogy a király hivatta őt, és hogy a királynak a személyes jelenlétébe tartózkodhatott, hogyha erre ő nemet mondott, akkor ez soha ne tehesse többé. Gyakorlatilag a törvénynek ez a része ugye nagyon magas eh, rangra emelte a királlyal való találkozásnak a lehetőségét. Azért ez nem sok embernek adatik meg, hogy a király, aki ekkora uralkodó Indiától Etiópiáig uralkodik, hogy ő vele személyesen lehessen találkozni, az arcát lehet látni a királynak. Hogyha ő erre nemet mondott, és, és engedetlen volt ennek a kérésnek, akkor többé soha ne lehessen a király közelében. Tehát a büntetésnek ez az egyik része, hogy ne élvezhesse többé a királynak a társaságát. Azért ebben benne van az, hogyha a király szólít, akkor ragad meg a lehetőséget, hogy a közelébe lehess. A másik, hogy az ő királyságát adja a király másnak, ugye ez a 19. versben van, aki jobb őnálánál. És nagyon érdekes itt ez a kifejezés, hogy jobb. Ugye az, hogy a királynénak, szépnek kellett lennie, ez, ez evidencia. Tehát, hogy ott azokban a, azokban a kultúrákban gyakorlatilag a király válogathatott a szebbnél és szebb nők és lányok között, az, hogy szűz legyen, hogy tökéletes legyen az alakja, a külseje, az arca, hogy megkapó legyen, szép legyen, hogy lenyűgöző legyen, ugye azért is akar dicsekedni Bástival is, akinek a neve egyébként azt jelenti, hogy kívánatos, és szeretett, ezt jelenti Vásti neve, hogy az ő szépségével akart dicsekedni, és az, hogy szép legyen a királyné, az alapelvárás volt. De itt még valami többet akarnak megfogalmazni annál, hogy szép legyen, hogy jobb legyen nála. És gyakorlatilag valahol felsejlik az előttünk, hogy nem csak a külsőségekben kell a királynőnek mindenek fölé emelkedni, hanem belső magatartásban is. A jellemének, a karakterének, a hozzáállásának is olyanná kell lennie, olyannak kell lennie, ami egyrészt vásti fölé emeli, másrészt más asszonyok számára is például szolgál. Tehát ezt úgy fogalmazhatnánk meg, így most ilyen nagyon 21. századiasan, hogy nem csak a külső értékekre, hanem a belső értékekre is oda kell figyelni, a következő királynő kiválasztásánál. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, mert azért a mi világunk is ma olyan, hogy a külsőségekre nagyon figyelünk. Gyakorlatilag, ha megnézitek a, a, a magazinok világát, ha megnézitek az internet világát, ha megnézitek a Facebook bejegyzéseket, akkor azt látjuk, hogy minden tökéletes, minden szép, egy fotón, gyakorlatilag minden hiba ki van retusálva, minden el van tüntetve is, és gyakorlatilag egy olyan kép van vázolva az emberek elé, ami nem is létezik. És csak a külsőségben törekszik a tökéletességre, de a belső értékekre nem helyez hangsúlyt a mai ember sem, és ezek itt meglátták, hogy, hogy olyan királyné kell, aki jobb lesz, vás csinál. És gyakorlatilag e, tudjuk azt, hogy később aztán e, ilyen szempontok alapján választják ki Esztert, akinek ugye a, a, a zsidó neve e, Hadasa, a Héber neve, a, az Eszter pedig a Perzsa neve, ami azt jelenti, hogy csillag, e, fiatalasszony, mirtusz, ezt jelenti az ő neve. Tehát gyakorlatilag Vástit két dologgal büntetik, megfosztják attól, hogy valaha a király jelenlétében tartózkodjon, többi ne láthassa a király arcát, és a másik pedig, hogy egy olyan királynő leváltják a posztjáról, és egy olyan királynőt kell keresni helyette, aki jobb ő nála. És azt mondja az ige, hogy ez a rendelet, amelyet a király most így hozott, ezt az egész országban ki kell hirdetni, és... Abból a célból, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet a férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig. Tehát a törvénynek nem csak vástira vonatkozóan volt egy rendelkezése, hanem kiterjedt az összes asszonyra a, a, a birodalomban, hogy tiszteljék az ő férjüket. Ugye nagyon érdekes, hogy nyilván abban a korban az asszonyoknak nagyon kevés joguk volt. Tehát ahhoz képest, ahogy a ma, ma, élünk, az asszonyok helyzete sokkal rosszabb volt azokban a korokban. Tudjuk, hogy még görögöknél sem volt szavazati joguk az asszonyoknak, az olimpiákon nem vehettek részt. Egy csomó mindenből ki voltak zárva. A zsidó kultúrában is egyébként a nőknek külön, külön, része volt, ahol a templomban tartózkodhattak, volt ilyen, hogy asszonyok udvara és, és el voltak választva a férfiaktól. Amikor Pál Laposról azt mondja, hogy, hogy az asszony ne szólaljon fel a gyülekezetben, akkor ez, abból is fakad, hogy az asszonyok egyébként nem tanultak úgy, mint a férfiak, tehát tanulatlanabbak voltak, és gyakorlatilag, hogyha az asszony hozzászólt volna az Isten tisztelethez, azért mondja az ige, hogy kérdezze meg otthon a férjét, hogyha valamit nem tud, mert gyakorlatilag az azt csugalta volna, mintha okosabb akart volna lenni, mint a férfiak, akik egyébként tanultak, az asszonyok meg nem tanultak. De mégis, tehát hogy nyilván az asszonyok helyzete ebben a korban nem volt jó, de azért mégis annyit alapelvként megtanulhatunk, amit az új szövetség is áthoz, Pálapostól, amikor beszél a férfiak, férjek és a feleségek viszonyáról, az Efézus 5-ben, amit most nem keresünk ki, csak idéznem, idézem, hogy azt mondja az ige, hogy a férfiak szeressék a feleségüket, az asszonyok pedig féljék a férjüket, vagy ugye ezt úgy fordíthatnánk le, hogy tiszteljék a férjüket. És azért ez alap alapelvként van lefektetve a Bibliában, ez egy új szövetségi gondolat, hogy amit a férj meg kell, hogy adjon a feleségének leginkább, az a szeretet. Hogy a felesége érezze azt, hogy szeretve van a férje által, és tényleg úgy is vagyunk összerakva, férfiak és nők, hogy a, a, a feleség az érzelmi biztonságra vágyik a legjobban. És hogyha azt megkapja a férjétől, hogy érzelmileg biztonságban van, akkor a legfőbb igénye ki van elégítve az asszonynak. A férfinek viszont azt kell, hogy őt tiszteljék. Valahogy így vagyunk összerakva, most nem tudom, ez a férfi új büszkesége vagy mi, de hogyha egy férfivel tiszteletlenek, ha tiszteletlen módon van bánva a férfival, akkor a férfi nem tud normálisan funkcionálni. És lehet, hogy erőszakossá válik, vagy ez is lehet, hogy alamuszivá válik, és utána pedig az lesz a baj vele, hogy nem tud semmit megcsinálni. Mert a férfinek, ami leginkább szüksége van, az a, az a tisztelet. Hogy azt érezze, hogy tisztelik. És ez az asszonyok számára írja pálapostól, hogy a feleségek, az asszonyok pedig féljék az ő férjüket, tiszteljék az ő férjüket. És nagyon érdekes, hogyha, hogyha ezt a dolgot összerakjuk, akkor az jön ki belőle, hogy az az asszony, aki tiszteli a férjét, azt könnyű szeretni. És az a feleség, amely szeretve van a férje által, az nagyon könnyen tiszteli a férjét. Tehát, hogyha megkapja a, feleség a férj részéről a szeretetet, akkor nagy valószínűség szerint a férj is megkapja az asszony részéről a tiszteletet. És beszél arról a bibliai családmodellben ott pálapostól, hogy Krisztus a fej, ő feje a férjnek, a férj felel a feleségnek, és együtt pedig nevelik a gyermekeiket. És ugye a Krisztus fennhatósága alatt van az egész család, az új szövetségi családmodell szerint. Tehát ez nem csak egy ósdi gondolat, ez nem csak egy ókori gondolat, hogy a feleségek tiszteljék a férjeiket. Nyilván nem egy elnyomással, nem egy, nem egy erőszakkal, nem egy ledorongolóssal, nem egy ilyen férfi felsőbbrendűségi tudattal, mert a férfi és a nő egyenértékű a Bibliában, egyenértékű, viszont a férfi és a nő szerepek között különbségek vannak, amit nem lehet összemosni és összekeverni. Tehát azt tartalmazta ez a törvény, amit kiküldtek az egész országban, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet a férjének. Tetszett ez a szó a királynak, fejedelmeknek, és kiküldték a leveleket minden tartományba. Még talán egy mondanék itt el, hogy ugye az, hogy meddig növelhető egy birodalom, meddig tartható fenn egy birodalom. Ugye itt ezek a birodalmak váltották egymást. Beszéltem arról, hogy Asszíria birodalmát leváltotta a babilóniai birodalom a babiloniai birodalmat leváltotta a méd perzsa birodalom. Nem sok idő telik el, és a méd perzsa birodalmat leváltja a makedón birodalom, ugye a nagy Sándor birodalma. Aztán még eltelik pár száz év, és jön a római birodalom. A birodalmak azok addig tudnak fönnmaradni, és általában mindegyik túlterjeszkedés miatt omlik össze, mert egy ponton túl, egy határon túl már az információ áramlás és a rendeleteknek a betarthatósága lehetetlenné válik. És itt is látjuk azt, hogy mekkora hangsúlyt helyeznek arra, hogy az a rendelet, ami születik Susánvárában, mondjuk a fővárosban, az a tartomány minden szegletébe, minden csücskébe, annak minden etnikumához, azoknak a nyelveire lefordítva jusson el, mert hogyha képtelenek vagyunk az információt eljuttatni Indiától országig, és képtelenek vagyunk a törvénynek erőt szerezni, hatályt szerezni Indiától országig, akkor gyakorlatilag a birodalom már nem is egy birodalom. Akkor nem lehet föntartani az egységét a birodalomnak. És látjuk azt, hogy egy nagyon komoly közigazgatás kellett ahhoz, hogy az a rendelet, ami Susán várában megszületik a fővárosban, annak érvényt szerezzenek Indiától Etiópiáig. És amíg ez működött, addig beszélhettünk egységes birodalomról, különben egy széthulló dologról van szó, hiszen hiába mondanak, amit a fővárosba, ha a másik végekig el sem jut az információ, vagy az a törvény nem kerül betartatásra, amit hoznak. És talán Nagy Sándorról van fel, feljegyezve egy ilyen, hogy ő is 32 éves korára már eljutott Indiáig, a Nagy Sándor birodalma, a Makedón birodalom, és letérdelt és ott sírt, és azon bánkódott, hogy meghódított az egész földet, és gyakorlatilag nincs hova fejlődnie, nincs hova tovább lépnie. És, és tudjuk azt, hogy aztán 30 nagyon fiatalon meg is hal Nagy Sándor. Tehát az első fejezet összefoglalásáról annyit tudunk elmondani, hogy egy megüresedésről szól az első fejezet. Figyeljetek, sokszor, amikor valahol megüresedik egy hely, azzal Isten valaki másnak készít elő egy, egy, egy helyet, egy szerepet. Vásti. Nyilván a saját engedetlensége miatt veszítette el a királynői pozíciót. De azáltal, hogy ő méltatlanná vált erre a pozícióra, megüresedett egy hely. És a megüresedett helyjel Isten tud valamit kezdeni. Az, hogy megüresedik valahol egy hely, az nem feltétlenül tragédia. Hanem lehet, hogy az Isten tervének a része, lehet, hogy arra a megüresedett székre Isten készít valakit, akit oda ültet, aki lehet, hogy jobb is lesz, mint az előző. Ugye itt egy kritérium volt, hogy vástinál jobbat kellett találni. És nem csak az, hogy szépet vagy szebbet, mert, mert a szépség az csak egy külső paraméter. De a jobb, az többet jelent a szebbnél. Ez szóval azt jelenti, hogy szívügyileg, a jellemében, a személyiségében kellett, hogy jobbat találjanak nála aki mondjuk engedelmes, aki jó példával tud elő, előjárni a többi asszony előtt. Tehát az, hogy történik valahol egy megüresedés, az nem feltétlenül rossz, nem feltétlenül tragédia. Lehet, hogy Isten tervének a része, és Isten valakit jobbat keres arra a helyre, és be tudja tenni az ő emberét arra a helyre, ami megüresedik. És ez az első rész, ez egy megüresedésről szól, vá, Vásti elveszíti a királynői pozíciót. De pont ez a helyzet teremt lehetőséget arra, hogy Isten már előre gondolkodva majd odaültet egy zsidó lányt, és amikor Eszter könyvében eszkalálódnak az események, és, és ö, ö, a zsidó nép ellen egy kiirtási szándék felsejlik, vagy föl, fölötlik valakiben, addigra már, egy zsidó származású királynő ül egy nagyon fontos pozícióban, amit Isten föl tud használni majd a szabadításra. Az, hogy megüresedik egy hely, lehet, hogy Isten tervének a része, és az ő emberét tudja odaültetni ezekre a helyekre. Ugyanakkor az is fontos, hogy, hogy látjátok, az engedetlenség miatt veszítette el a helyét, Vásti. Ha valahova oda vagyunk helyezve, akkor az engedelmesség által meg tudjuk tartani a helyünket. Az engedetlenség miatt kiesünk a helyünkről, az engedelmesség által pedig meg tudjuk tartani a helyünket. Ez is, ez is egy nagyon fontos dolog. Az engedelmesség megtart abban a pozícióban, ahova Isten helyez. Az engedetlenség pedig kimozdít. És ez egy személyes hozzáállás kérdése, hogy engedelmesek akarunk lenni, Istennek, és azoknak, akik akár emberek vannak körülöttünk, vagy felettünk, vagy egy engedetlen, ellenszegülő magatartásunk van. Az engedelmesség megtartja a pozíciót, az engedetlenség pedig kivesz ki abból a helyzetből, amiben Isten akarna helyezni bennünket. És ö, talán ennyit szerettem volna az első részről elmondani, így ma, ma este. És bizon benne, hogy a következő részekben, ahogy kinyílik előttünk a történet, majd látni fogjuk, hogy noha Isten neve nem szerepel Eszter könyvében, azért mégis Isten keze nyoma, Isten cselekedetei, akár a körülményeken, akár az embereken keresztül meglátszik, és valóban az ő gondviselése és megmentő szeretete működik a könyvön keresztül, és azoknak az embereknek az életében, akik itt főszereplőké. Válnak.